Virtuális séten következő megállója a Behavior magazin standja lesz, ahol Dóczi Violetta, a magazin főszerkesztője fogja elmondani azt, hogy milyen apropóból találkozhatunk a konferenciánkon a magazinnal. Jó reggelt, köszöntöm a nézőket. Hát mi elsősorban médiapartnerként vagyunk jelen ezen a konferencián, ugyanis az IT Business magazin és a Behavior magazin korábban egy kiadó égisze alatt jelent meg. Azonban 2020 nyarától függetlenedett a két lap, viszont a kreatív csapat, a szerkesztői gárda az közös maradt abszolút, illetve a csapatunk elismert HR szakemberekkel gazdagodott, hogy minél hitelesebben tudjuk tájékoztatni, inspirálni a HR szakmát. Néhány szóban a magazinról. A Behavior magazin ugye 2014 óta működik, alapvetően a HR piac egyedülálló médiuma, hiszen nagyon komoly portfóliónk van, nyomtatott kiadványunk, online felületünk és különböző eventeket is szoktunk rendezni. A kiadvány alapvetően előfizetés útján terjed, 8000 embert érünk el országosan. Említettem az online felületeinket, aki szeretne napra kész HR tartalmakkal gazdagodni naponta, annak érdemes feliratkoznia a HR News Today hírlevelünkre. Azt tudom, hogy a magazinnak van egy kifejezetten erős eseménylába. Néhány szóban szeretném, hogyha erről is beszélnél. Igen, köszönöm szépen. Említettem ezt a komplex portfóliót, és nagyon fontos az event lábunk. Mi évente két nagy HR konferenciát szoktunk megrendezni, a tavaszi és az őszi Human Hungerit. Viszont a pandémiás helyzetre való tekintettel idén nem tudtuk megrendezni az őszi Human Hungerit, viszont szerettünk volna szintet lépni, éppen ezért megalapítottuk az év HR vezetője díjat, amivel több mint 50 000 embert értünk el. És annyira pozitív visszajelzéseket kaptunk a szakmától, illetve a versenyzőktől is, hogy úgy döntöttünk, hogy ebből szeretnénk hagyományt teremteni, és jövőre is megrendezzük, átadjuk ezt a díjat. Illetve nagyon készülünk a tavaszi Human Hungerire, bízom benne, hogy akkor már személyesen is találkozhatunk. Köszönöm szépen!